Szeretettel kívánok, szép jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy ennyien eljöttünk. És hát meg is lepődtem barátom Barnának a bevezetőjén, nem is kicsit. Méghozzá azért, mert olyan neveket és idegen vallásbéli dolgokat hozott, hogy nem is hittem volna, hogy ez itt értőfülekre talál, mert hát én abból készültem, hogy az itteni lelkület milyen lehet. És ennek, ahogy Barnától hallottuk, nagyon sok érdekes, egy kicsit szarkasztikus, néha fájdalmas, néha romantikus gondolata van. És ez a székely történetekben nagyon-nagyon jó kifejeződik, ahol én közvetlen rokonságot találtam a zennel, a zen gondolkodással, a zen meditációval. És ez az egyik történet így hangzik. Az iskolából hazaér a fiú, és látja, hogy ott ül az apja a verandán. És megkérdezi, hát édesapám, maga csak ül és gondolkodik? Nem, fiam, csak ülök. Na, itt kezdődik a zen. Méghozzá azért, mert amikor az ember csak ül és nem gondolkodik, akkor esélye van rá, hogy a tudata letisztuljon. Letisztuljon, mint a tükör, és letisztuljon, mint a kék ég. Miért van erre szükség? Azért, mert néha azt se hisszük el, amit látunk. De annyira nem akarjuk elhinni, amit látunk, hogy letagadjuk, amit a szemünk lát, a fülünk hall, a szívünk érez, és a tudatunk gondol. És erről szól a második történet. János bácsit egyszer elviszi a falu kis közössége az állatkertbe, mert még nem járt ott, és már 70 éves. És Jolika, a tanárnő azt mondja, hogy hát János bácsi, menjünk el, nézzük meg azt a sok-sok szép állatot az állatkertben, fel is jutnak, és János bácsi lecövekel a zsiráf előtt. Hát ő ilyet még nem látott. Hatalmas, hosszú lábak, még hosszabb a nyaka, ilyen lejtős a háta, falombot eszik, és ahogy iszik, hát olyat el se lehet képzelni. Már mindenki körbejárta az összes állatot, megnéztek mindent az állatkertben. János bácsi még mindig a zsiráf előtt ül és így nézi. Eltelik az idő. Jolika azt mondja, János bácsi, menjünk már haza, mindenki most már végzett. És János bácsi nagy, nehezen fogja, és kimegy az állatkertből. Eltelik egy kis idő, és mielőtt a buszra szállnának, oda megy a tanárnőhöz, és azt mondja, Jolika drága, tudja aztán, hogy olyan állat, hogy zsiráf, olyan aztán nincs is. Mi az, ami a szemünkkel, a fülünkkel, a lelkünkkel jól érezhető, jól látható, jól hallható, de mégse hisszük el. És ezen arra tanít minket, hogy tisztán lássunk, tisztán halljunk, tisztán gondolkodjunk, tisztán érezzünk, és ebben a pillanatban ezzel a tudattal, ami bennünk most lát, hall, beszél, hallgat, 100%-ig éljünk. Teljes mértékben használjuk ezt. Mert néha aztán elfeledkezünk erről. Néha összetévesztjük magunkat az ideáinkkal, a múltról alkotott képünkkel, a jövő reményével vagy félelmével, és a jelenről alkotott véleményekkel. Néha ez a tükör hullámos. Mert amit szeretünk vagy nem szeretünk, az eltorzítja. Néha ez a tükör törött, mert nem tudunk túllépni azon, ami történt velünk. Néha ez a tükör szét van tagolva, mert nem látjuk azt, hogy a múlt, a jelen és a jövő, az én és a más, az evilági és a túlvilági, az bizony ugyanazt a törvényt követi. Ennek a törvénynek a neve szanszkritul dharma. A dharma nem más, mint az ok és okozat működése. Vizet öntök a pohárba, benne lesz. Meddig lesz benne? Ameddig el nem párolog, vagy meg nem iszom, vagy másképp ki nem veszem onnan. Ez így nagyon egyszerű. Még azt is látjuk, hogy befelhősödik az ég, valószínűleg eső lesz, ha csak el nem megy udvarhely mellett. Tehát az ok és okozat működését azt már gyerekkorunktól fogva, sőt születésünktől fogva gyakoroljuk. Felsír a gyerek, anyuka odafigyel, és már tudja is, hogy miért sírt a gyerek. Nagyon sokféle oka van a gyerek sírásnak, és már meg lehet hallani, hogy miért. Hogy mi kell neki, vagy mi felesleges.
Tehát az ok és okozat működése, a cselekvés és következménye, a gondolat és következménye, a beszéd és következménye. Ezek aztán szépen halmozódnak. És ahogy ezek halmozódnak, úgy épülnek a szokásaink. És úgy kezdjük el a szokásainkkal azonosítani magunkat, és ebből az azonosság tudatból áll össze az, amit úgy hívunk, hogy én. Ez azért érdekes, mert mindannyian változunk. Mi az, ami változik bennünk, és mi az, ami látja ezt a változást? Mi az, ami irányt szab ennek a változásnak? Mert erre megy az életünk. Ha ezt nem látjuk, akkor csak sorsunk van. Az, amit látszólag megírtak nekünk fölül, megmondtak a szülők, megtanították a tanárok, és a többi. Ha tudsz választani, ha tudod ezt a változást vezérelni, akkor utad van, mert tudatosan jársz rajta. És ezt a tudatosságot teszi lehetővé minden olyan iskola, amelyik megszabadít a téves nézetektől, a felesleges ragaszkodástól, a tükrödnek a felesleges hullámzásaitól, amelyik engedi, hogy a törött üvegcserepek ismét egyben legyenek, amelyik a széttagoltságot megszünteti, és az egység állapotát újra elhozza a lélekbe. Nagyon sok ilyen iskola van, ezek közül az egyik a zen. A zen szó szerint azt jelenti, hogy elmélyedés, egyéválás, letisztulás. Szanszkritul ez úgy szól, hogy gyána. Amikor ez átment Kínába, úgy hívták, hogy csanna, aztán kínaiul lecsapták a végét, és lett belőle csan, koreaiul son, és japánul zen. Ha le akarom fordítani még közvetlenebbül, akkor ezt a meditatív állapotot jelenti, amely viszont nem függ a külső formáktól. Tehát nem csak egy ilyen szobrokon és képeken látható szép ülő pozíciót tanítunk, hanem megtanítjuk a tudatnak azt a tiszta, jelenlévő, a pillanatot 100%-ig megélő állapotát, amelyben tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel, tisztán teremtesz kapcsolatot, és tisztán cselekszel. Mi a tiszta? Az a tiszta, amelyben nincsenek ellentétekre szabdalt ideák. Kivetted belőle azt, amit te ragaszkodó módon csak jónak és csak rossznak, csak abszolút értékűnek gondoltál. Mindig ott és akkor megvizsgálod, hogy valójában ki áll előtted, valójában mi szólal meg benned. Valójában mit szeretnénk együtt és külön-külön. És ekkor mondjuk azt, hogy közösen választottunk. Közösen, akár legyen ez egy pár, egy család, egy falu, egy város, egy nép. Ez a közös tisztánlátás, ez nélkülözhetetlen ahhoz, nem csak azért, hogy megmaradjunk, hanem ahhoz, hogy a jövőben a helyes úton járjunk. Tehát, ha megnézzük azokat a népeket, akik nagyon-nagyon sokáig magas szintű kultúrát hordoztak, ott mindig volt egy közös lelkiség. Ez nem szükségszerűen ugyanazt a vallást jelentette. Mindig, mindenhol, mindenki számára. De volt egy olyasféle közös tudatosság, ahol egyet tudtunk érteni abban, hogy ha nem felhős az ég, akkor az kék. Aztán napfelkeltekor, naplementekor kicsit változik a színe. Ha esik az eső, akkor behúzódunk, vagy ernyőt húzunk. Ha pedig száraz és napos, akkor megyünk a földekre dolgozni. Tehát ez a fajta tiszta tudat nem pusztán az egyéné. Sőt, a magunk erőfeszítésével kezdődik, a családunkkal, a társadalmunkkal folytatódhat, de csak saját választásunkból, saját döntésünkből léphetünk rá arra az útra, hogy lepucoljuk magunkról azt a sok felesleget, azokat a téves nézeteket, azokat a berögződött ideákat, amelyektől szenvedünk és szenvedtetünk másokat. 2500 évvel ezelőtt a Buddha, Sákjamuni Buddha sok fontos és egyszerű dolgot tanított. Az első, amivel kezdte, az a négy nemes igazság volt.
Az első ilyen igazság az, hogy a Földön van szenvedés. A második az, hogy van ennek oka. A harmadik az, hogy ennek van megszüntetése. És a negyedik az, hogy a megszüntetésnek van útja. Megkérdezhetnénk, hogy miért nem a boldogsággal kezdte? Miért nem a szeretettel kezdte? Miért nem a megváltással, a megvilágosodással kezdte? Azért, mert ezek a fogalmak nem elég konkrétak. Megkérdezünk itt mindenkit, hogy mit gondol ezen fogalmak alatt, és nagyon-nagyon más válaszok jönnek ki. Lesz benne egy közös mag, de ez a közös mag rendkívül elmosódott, és rendkívül nehezen kimondható. Hát azt találták nem csak Sákjamuni Buddha, hanem az utána következő pátriárkák, szerzetesek, szerzetesnők és világi gyakorlók, hogyha megszüntetjük a szenvedést, akkor megvalósul a boldogság magától. Ha nem gátalom föl a vizet, a víz lefelé folyik. Nem kell megmondanom, hogy mi itt és most az igazság, hanem tisztán kell látnom, tisztán kell hallanom, tisztán kell éreznem és gondolkodnom, és magamtól rájövök. Ez a képesség, hogy tisztán lássunk, hogy felébredjünk, hogy rájöjjünk az igazságra, az életünk értelmére, ezt a képességet hívják Buddha természetnek, vagy a megvilágosodás lehetőségének mindenkiben. A Buddha tanítása szerint ez a lehetőség mindenkiben benne van, aki csak emberi testbe született. Nem kell kapnod külön semmit, hiszen már benned figyel ez a minőség. Már működik benned az első pillanattól kezdve, hogy az első lélegzetedet vetted, és felsírtál a szülés után. Ez a Buddha természet az, amely mindent érzékel, sőt mindent teremt, és elviseli ennek a teremtésnek a következményeit is. Ahogy az előbb mondtam, a karma működése, a dharma törvényszerűsége, az ok és okozat egymásra következése alapján. Tehát, ha szenvedsz, mitől szenvedsz? Először is ismerjük el, hogy van szenvedés, és ezt nem nehéz. Mindenki élt eleget ebben a szobában ahhoz, hogy lássa, hogy múlandóak vagyunk. Hogy megszülettünk ebbe a világba, felnövünk, megöregszünk, és meg is fogunk halni. De van bennünk valami, ami ezt nem akarja. Ami öröklétet, tökéletességet, boldogságot, szeretetet, ezeket a pozitív értékeket kívánja, ez mindegyikünkben benne van. És ezekből nagyon keveset tudunk elérni. Talán pontosan azért, mert állandóan a saját falunkba ütközünk. A saját megoldatlanságainkat éljük újra és újra. Mert kívülről várjuk a megoldást. Tehát akkor, amikor elismerjük, hogy a szenvedés létezik, akkor léptünk rá arra az útra, hogy megtaláljuk annak az okát. Mert hogyha megkérdezem, hogy mi ez, akkor utána meg is kérdezem, hogy mitől ilyen? Miért működik így? Ha szenvedek, és az életem elviselhetetlen, mitől elviselhetetlen, vagy kitől, vagy kiktől? Hogyan járultam én hozzá ahhoz, hogy az életem ilyen legyen? És ekkor, ha meglátom az okát, akkor meglátom a megszüntetését is. Amikor a szenvedés elmúlik, bekövetkezhet a boldogság. Ismét képesek vagyunk együttérzéssel és bölcsességgel élni. És a megszüntetését is csak a megszüntetés útján tudjuk elérni. Mennünk kell ezen az úton, és egyszerűen dolgoznunk kell magunkon. Hogyha a négy nemes igazság tanítását egyetlen egy mondatba szeretném foglalni, akkor idézném azt, amit a Buddha a saját életében a legfontosabb tanításként jelölt meg, hogy ha meg akarod ismerni ezen világegyetem természetét, akkor tekintsd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Mi ez a tudat? Mi az, ami benned most figyel? Mi az, ami benned most gondolkodik és érez? Tehát ez a tudatosság, ez a tudat az, amely nagyon-nagyon mélyen, sokunk számára nem mindig átlátható módon teremti ezt a világot, sőt, ahogy együtt élünk, mint emberek, 7,3 milliárd fő
ezen a bolygón, egymásnak teremtjük ezt a világot. Ismerjük fel a saját mozdulatunkat, a saját szerepünket ebben. Lássuk azt, amit mondunk, teszünk, gondolunk és érzünk. És lássuk azt, amely ugyanígy a környezetünkből érkezik felénk. És a kérdés az, hogyha így létezünk, ha így viszonyulunk egymáshoz, ha ilyen életet élünk, akkor miért? Mit teremtünk egymásnak úgy, hogy észre se vesszük? Hogyan viszonyulunk egymáshoz tudatosan? Hogyan választjuk meg az életünk útját? És a zen sokkal inkább kérdésekkel dolgozik. Kérdésekkel, sőt egy alapkérdéssel, hogy mi ez a tudat. És a meditáció, ahogy az előbb mondtam, végképp nem csak egy testhelyzethez, vagy helységhez, vagy kultúrához köthető. Folyamatosan, megszakítás nélkül, ülve, állva, járva, fekve, ébrenlétben, alvásban, életben és halálban, mi ez? Mi ez a tudat? Mi az, ami bennem azt mondja, hogy ember, én, más, jó és rossz? Honnan keletkezik mindez? És hová tűnik el? Amíg jelen van, hogyan működik? Amikor befelé nézel, meglátod azt a feldolgozatlanságot, átláthatatlanságot, amit karmának hívunk. Mindenki hallott a tudattalanról. Nyugaton ezt tudattalanként azonosították, keleten úgy mondanák, hogy maradvány karma, amit az énség, a személy még nem vett észre. Képzeljük el, hogy van egy nagy vízimalomkerék, és csak azt látjuk, ahol a víz folyik. Az nagyon kicsi. Ott, ahol a lapátok és a keréknek egy szelete beleír a vízbe, az a tudatosságunk. Minden más, ami szépen körbe megy, az tudattalan. És az életünk során nagyon sokszor nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy a kerék összes küllője, összes lapátja, a körív teljes 360 fokos hossza hozzánk tartozik. Mi vagyunk érte a felelősök. Tehát mit csinálsz most? Mit mondasz most? Mit gondolsz most? Mit érzel most? Ez a tudatosság az, amely vezethet az úton. Nem fogod kívülről megkapni, és nincs belül sem egy speciális helyen. Csak el kell takarítani a véleményeket, a téves nézeteket, a fixa ideákat, a felesleges ragaszkodásokat, a kapzsiságot, a dühöt, és akkor ez a tükör, ez a tudatosság tisztán működik. Tisztán jelen tudunk lenni. És akkor ez a tiszta tudat lesz a kulcsa annak, hogy nem mérünk egymásra szenvedést, hogy nem kell az ember által teremtett háborúkkal, éhínséggel, klímaváltozás és egyebekkel foglalkozni, hanem csak az élet és halál alapkérdéseivel. Miért születtünk meg? Mi a dolgunk? Miért vagyunk itt? És hová megyünk? Ez a tudat útja. Erre lehet vallást építeni, tudományt építeni, különböző izmusokat építeni, de felesleges. Minden kultúra meg tudja fogalmazni magának azt az eszenciát, azt a lényeget, amiért létezik. És ez segíthet az egyénnek, az embernek is ugyanebben. A legszomorúbb az, amikor van egy űrhajód, és csak vásárolni jársz vele a szomszéd faluba. Ha csak egy szekered lenne egy lóval, semmi baj. De ha megismerheted a világegyetem természetét, önmagad legmélyét, a másik ember lelkét, az itt létünk okát és célját, akkor ezt a tudatot ne pusztán a szomszéd faluban bevásárlásra vagy egy kis pálinka főzésre használjuk fel. Úgyhogy szerintem bevezetésnek ennyi bőven elég volt, és most tisztelettel várnám a hallgatóság kérdéseit. Említetted ezt a mi ezt, hogy ébren elmondtad az állapotokat, amikor... Már felejtetted?
Hát... Igen, elfelejtettem. Akkor majd segítek, mondjad, mit kérdezel. Hogy ezt hogyan lehet a mindennapokban, mert gondolom ez a lényeg, tehát hogyan lehet ezt ezzel dolgozni nap. Az alapfogalom itt a megfigyelés. Tehát itt, nyugaton, és most már egyre inkább keleten, Ázsiában is, előbb gondolkodunk és beszélünk, előbb reagálunk, sem hogy megfigyeltük volna világosan, hogy mi van. Mi van a másikban? Mi van a helyzetben? És ez nagyon-nagyon leszűkíti azt a forrást, nem csak az információ forrását, hanem a különböző egyéb rétegeknek az érzékelését, hogy valójában mi történik. És hogyha ezt teljességében, vagy legalább egy picit nagyobb sávszélességben látnánk, nagyon másképp csinálnánk. Tehát próbálj meg megfigyelni először, felfogni, apercipiálni először, és utána gondolkodni, érezni, beszélni, cselekedni. Ezt az ember legtöbbször nem tudja, olyan gyorsan működik a gép idebent. A karmájának a masinája az nem csak 24 képkocka per másodperc, az sokkal gyorsabb. Tehát meglátni azokat a lehetőségeket, hogy te mikor tudsz igazából választani, ahhoz ennek az optikának belül elképesztő tisztasággal és nagyon nagy zársebességgel kell működni. Tehát ezért van az, hogy a pillanat az egy per végtelen. Tehát azért meditálunk, hogy ezt a rendkívül finom, rendkívül nehezen megfogható pillanatot, ezt megéljük, és fel is tudjuk használni. Ekkor van egy egyéválás tapasztalat. És az egyéválás tapasztalattal tudsz aztán nagyon jól dolgozni a mindennapokban, csak aztán viseld el azt, amit látsz. Viseld el azt, amit tényleg hallasz. Viseld el azt, ami tényleg történik. Mert az ember azt mondja, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, én csak boldog akartam lenni. És akkor látsz, és akkor hallasz, és akkor egy csomó minden, ami eddig nem jutott a tudomásodra, az jön. Csak ebből a pillanatból, csak a tudatból közvetlenül. A megfigyelésből és a tiszta mozdulatlan tudat jelenlétéből ebből következik mindez a minőség, amiről beszéltem, és a mindennapokban ez az, ami elsődleges kellene, hogy legyen. De nagyon sokszor, nemhogy a másik be nem fejezi a mondatot, még kicsit nyitotta a száját, már mondom, hogy én mit tudok róla. Még meg se szólalt. Még el sem mondta, hogy mit akar. Pedig amíg beszél, addig egy csomó minden kiderül. Apró műhelytitok, hallgasd meg valakinek a hangszínét. Tehát ne azzal foglalkozz, hogy mit mond, hanem az, hogy mire dől meg benne. Mi az, ami mondja belülről azt, ami kijön a száján. Miért mondja, mit akar. Lát 2-3 lépést előre, de nem látja 4-5-10-15 lépésre előre. Az a feladatod, hogy te ezt nagyon jól lásd. A magad és a mások esetében egyaránt. Van egy összefüggés, ahol magadnak nem mondasz igazat, ott a világ is megcsal. Ahol a világ megcsalt, ott magadnak nem mondtál igazat. Tehát nézd meg, hogy a külvilágból milyen tipikus problémák, konfliktusok áradnak feléd. Mi az a megismétlődő probléma, vagy probléma típus, ami állandóan, mint hogyha egy kísértet akarna bejönni az ajtón, mindig ott kopog, recseg, maszatol, vagy éppen rátörni az ajtót. Az a feldolgozatlan karma, ami benned még nem világos, ahol te lehetsz jó szándékú, de akkor sem mondasz igazat, mert nem láttad át, nem oldottad föl, nem lettél igazi önmagad. Úgyhogy ezért van a megfigyelésnek kívülre és befele óriási jelentősége, ezért tanítjuk ezt a meditációban, hogy hogyan láss tisztán. Ennek a tisztán látásnak a központi jelentősége már a Buddha idejében megmutatkozott. A Buddha úgy hívta ezt, hogy vidja, önmagában látás. És amikor ez a vidja, ez a tisztán látás, ez elsötétül, elködösül, akkor jönnek be a téves nézetek, amit csak úgy mondod, hogy nem tudás. És ez a nem tudás, ez az avidja, a nem látás. Tehát amikor elködösül a lélek tükre, amikor nem látsz tisztán, amikor nem csak hullámos lesz, összetörik, hanem fogalmad nincs róla, hogy pontosan mi történik, nem tudsz figyelni, nem látsz, az az avidja, nem látás.
Úgyhogy nincs másra szükség, csak az, hogy egy kicsikét szervizbe vigyük magunkat, és letisztuljunk, megnyugodjunk, és engedjük, hogy összerakódjon megint bennünk ez a tudatosság, ez a tiszta tudatosság. Én azt szeretném kérdezni, hogy miért vagy itt? Miért jöttél az előadásra? Ugyanazért, amiért te itt vagy. Akkor már meg is válaszoltam a kérdést. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, melyik buddhizmushoz tartozik a zen? Hinayana, Mahayana? Mahayana. Mahayana. Még egy kérdést gyorsan tehetek, mert ez nagyon gyors volt. Hát, lehet, hogy a második is gyors lesz. Mondjad. Tehát, hogy az írásos hagyományokat a zenben elvetik. Igaz? Nem vetik nem el. Nem igaz. Nem. Jó. Mondom a helyes megfejtést, jó, a keresztelejtvénynek. Zennek van 4 darab alapelve, amitől zen. Nem támaszkodás az írásokra. Közvetlenül az ember tudatára való irányulás. A megvilágosodás egyenlő igazi önvalód megtapasztalásával. És tudattól tudati közvetlen átadás. Az, hogy nem támaszkodunk az írásokra, az nem jelenti azt, hogy elvetjük őket. Tehát először minden normális zen templomban, sőt, nem csak szerzetesek, hanem világiak, elolvassák a szútrákat. Vannak szútra egyetemek. Tehát 3-4-5 évig, általában 4 évig tanulmányozzák a szútrákat. Ez alatt egy csomó karmikus tisztulás megvalósul. És utána ülnek le a teremben, és meditálnak. Miért mondjuk azt, hogy nem támaszkodunk az írásokra? Azért, mert tudjuk, hogy a megvilágosodott tudat nem a szútrákban van, az a megvilágosodott tudat terméke. Tehát nem a csoki kell, akármilyen édes, hanem a gyár. Az írások mindegyikét, ha tényleg nagyon komoly tanítás, akkor ezt egy magas szintű tudat írta. De ha megmaradok az írások szintjén, akkor megmaradok abban a gyermeki állapotban, hogy mindent az írásokból szeretnék megkapni. Csak az édes csoki kell. És ez elégtelen. A szellemi felnőtté válás az, hogy megvalósítom azt a tudatot, ahonnan ez az írás jött. Tehát belépek a csoki gyárba, és megtanulom, hogy hogy kell azt csinálni. És a csoki gyár az nem édes. A csoki gyár az fém, műanyag, kő, beton, nagyon nem édes, de anélkül nincsen csoki. Amikor a zen azt mondja, hogy nem támaszkodunk az írásokra, akkor az egy egyszerű, világos, műveleti sorrend. Nem égetünk el semmit. Itt meghaladjuk. És ez a meghaladás nagyon fontos. Hogyha nem haladom meg, ha nem leszek önálló, ha nem tapasztalom a tiszta tudatot úgy, ahogy az van, akkor olvashatom 10 000 évig a szútrákat, akkor sem érem el a felébredést. Azt szeretném megkérdezni, hogy tehát ha én eldöntöm, hogy hónaptól zenbuddhista akarok lenni, mit kell tennem? Van ilyen, hogy menedékvétel, van miben, stb. Létezik ez? Én lebeszélnélek arról, hogy te zenbuddhista légy. Viszont lelkesítenélek arra, hogy gyakorold a meditációt. Igen. És a meditáció gyakorlatát holnap minden kedves érdeklődőnek megtanítjuk. Ebből a tapasztalat sorozatból következik az, hogy te esetleg 5 fogadalmat veszel föl, mint az úton járók egyike, hogy eljössz rövidebb, hosszabb elvonulásokra, és akkor elkezdesz úgy változni belül, ahogy semmilyen külső forma vagy izmus ezt nem adhatja meg neked. Tegyük. Ne pedig vegyünk föl egy újabb maszkot. Nagyon jó a kérdésed. Nem téged ítéllek meg, sem a kérdésedet. A helyes utat szeretném kijelölni, hogy ne egy újabb izmusban gondolkodjunk. Azok nagyon mulandóak. És mi pedig szeretnénk valamit, ami nem keletkezik, és nem szűnik meg, nem jó, és nem rossz, nem születik, és nem hal meg, ez pedig nem köthető semmiféle izmushoz, de nagyon-nagyon fontos hozzá egy szellemi gyakorlat. És ezt a gyakorlatot többek közt a zen útján el lehet sajátítani. Látszólag egy kicsit körbe mentem ezzel. De hogyha innen nézed, akkor egy sokkal egyszerűbb, sokkal őszintébb közelítés lesz ebből, semmint, hogy valamilyen új identitásba öltözzünk. Nagyon sokan szeretünk felöltözni, mondom én. Ez munkaruha, kérem. Nem dísze semminek és senkinek. Képes az ember 100%-ig objektíven megfigyelni magát, és ha igen, hogyan? Képes voltál ezt a kérdést 100%-osan objektíven föltenni? Egy az egyben. Akkor képes vagy rá. Ugyanígy. Másképp szeretnéd?
Nem feltétlen. Képes vagy-e 100%-ig látni, hogy az ég kék? Igen. Akkor sikerülhet. Találkoztam egy más iskolával is. És hát többek között a gyémántút buddhizmussal. És ott nagyon-nagyon fontosnak tartják a menedékvételt. Ők azt mondták, hogy minden buddhista iskolában ez alapkérdés. Ezért kérdeztem meg, hogy hogy működik ez az enni. A világ egyik legrosszabb karmája összehasonlítani iskolákat, meg vallásokat. Abba biztos, hogy pokolra jut az ember. Tehát azt tudjuk. A menedékvételnek van jelentősége, de csak akkor, amikor az már innen jön, belülről, és nem kívülről akasztják rád. Tudod, mi a különbség a parancsolat és a fogadalom között? Pont ez, hogy te rájöttél, hogy ez neked kell, és te felszeretnéd venni ezeket a fogadalmakat, a parancsolatot meg rád nyomják fölülről, azt legtöbbször megpróbálunk kibújni alóluk. Sikerül is? Nézd körül. Azt szeretném megkérdezni, hogy tehát ha beszélnél arról, hogy milyen erényekkel legyen mondjuk felvértezve egy gyakorló, aki hosszú távon folyamatosan tud gyakorolni, illetve hogy tapasztalatod szerint milyen akadályokkal találkozik egy gyakorló, amikor esetleg föladja a zen-buddhizmus, vagy egyáltalán a meditációnak a gyakorlását. Akadályokról szeretnék először beszélni, az izgalmasabb, és abból, hogyha leküzdjük őket, jönnek az erények. A legnagyobb akadály, amit valaha valamilyen gyakorló tapasztalt az, hogy neki ez sikerült, hogy neki ez megvan, hogy ő befejezte, hogy ő beérkezett. És amikor ez a tudat ugye eltölti, akkor az útjának vége. Tehát akkor a tanítójának, az ilyen gyakorló tanítójának van egy nagyon fájdalmas dolga, bele kell törölni a sárba ismét ezt az embert. De úgy, hogy a saját tökéletlenségét, a saját feltételhez kötöttségét, a saját mulandóságát valahogy tapasztalja ismét, és ez a hamis tudat, hogy ő befejezte, és hogy ő egyedül úgy teljesen megoldotta, hogy ő megvilágosodott, és etc., hogy ez elmenjen. Ez a legnagyobb akadály. Utána lehetünk lusták, kishitűek, türelmetlenek, mindenféle ilyen relatív probléma, az út végtelen. Együtt járjuk, mint érző lények. A tudatunk, a lelkünk mélységesen kapcsolódik egymáshoz. Amíg az utolsó érzékszervhez kötött lény meg nem világosodott, hogy hihetem azt, hogy én befejeztem? Ez a legnagyobb tévedés, ami valaha érhet embert. Úgyhogy, ha ezt az akadályt leküzdöttük, akkor mindig látjuk, hogy van egy újabb motiváció, egy újabb ember, akiért érdemes gyakorolni, akit érdemes segíteni, és hogyha ezen az úton megyünk, akkor sohasem leszünk hamis buddhák. És az erények pont ebből következnek, hogy egyszerűen, tisztán, mindenféle énség és egyéb legyártása nélkül tudunk egymással együttműködni. Tudjuk egymást segíteni. Az erények le vannak írva egy csomó helyen, hát a nemes nyolcrétű ösvénynek a tagjai, vagy a hat tökéletesség tagjai, azok mind elmondják, hogy helyes erőfeszítés, helyes nézet, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes meditáció, és a többi. De mitől lesznek ezek helyesek? Hát attól, hogy az emberi tudat tiszta, attól, hogy ebben a pillanatban a harangszót hallva, a titeket látva, teljesen jelen tudunk lenni, mindannyian. Ha semmiféle egoitást nem gyártunk az erőfeszítéseinkre, ha semmiféle énséget nem engedünk eluralkodni saját magunkon, igaz lelkünkön, akkor sohasem fogunk megállni az úton. És sohasem hisszük, hogy a végére értünk. És akkor mindig tudunk gyakorolni. Arra lennék kíváncsi, hogy ugye, hogyha valaki mondjuk megismerkedik a zennel, és ezzel szeretne foglalkozni, ugye, ami ezzel jár, ami megvannak a rítusai, amikhez ugye szükséges az elmélyülés, a kicsit a visszavonulás, ugye, és ehhez mind idő is kell azért tagadhatatlanul, meg kell azt, hogy az ember úgy rászánja azt az energiát, hogy akkor odafigyeljen rá. És nem utolsó sorban, legalábbis így, ahogy én elképzelem, egy hatalmas nagy nyugalom is azért szükséges az embernek, vagy az, hogy képes legyen úgy megnyugodni. De így, hogy ugye egyre inkább rohannak az emberek, ugye egyre zsúfoltabbak az életek, úgy egyre nehezebbé is válik
ugye a régi embernek, akinek úgymond olyan stabil volt az élete, főleg a falvakban, hogy úgy megvolt az ideje legalábbis a dolgoknak, vagy nem tudom, talán másképp tekintettek az életükre, de most úgy valahogy úgy egyre olyan bonyolultabbá kezd úgy az egész válni, és az embereknek úgy a figyelme úgy széttagolódik. Milyen esetleges tanácsaid volnának ehhez, hogy hogyan lehet megérni? A következővel szeretnék segíteni. Ne párosítsd a kötelességtudatot a képzelettel, mert akkor képzelt kötelességeid lesznek. A kérdésed első fele mutatja, hogy milyen jó családból származol. És kötelességtudó, lelkiismeretes, a teendőket elvállaló személyiség vagy. Ez kiderült az első három mondatból. Akkor elindult az, hogy elképzelem, hogy... Na, akkor jöttek az ideák. Első idea, hogy ugye milyen nyugodtnak kell lenni az zengyakorlat közben. Hát aki csak megpróbált, az tudja, hogy hát ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy felteszed azt a kérdést, hogy mi ez, vagy mi vagyok, vagy beindítod az első mantraciklust, és mint hogyha leröpült volna a kuktáról a födő. Tehát kicsap az összes bableves, meg a csülök. Tehát olyan elképesztő megoldatlanságok, feldolgozatlanságok, egyebek jelennek meg. Azért a mélyén ott a velős csont, tehát azért ott lehet tapasztalni jó dolgokat, na de hát az nem nyugalmon keresztül jön. Az eredmény. Tehát te ne előzetesen szeressél nyugodt lenni, mert akkor elfolytod azt a sok mindent, amit sajnos meg kell látnod, sajnos ki kell raknod magadból, és csak a látás útján szabadulhatsz meg. Az, hogy a régieknek milyen volt az élete, azt inkább ne. Tehát én 30 évvel ezelőtt jártam itt először életemben. Szeredánál kezdtük, felmentünk Középlokra, Barackosba, Moldvába. Nagyon kemény az az élet. Mentünk föl Esztenába, nyároltattunk, szóval gyönyörű volt. De az az élet, amit ők éltek, az ide jutott. És azért, mert nem volt jó. Nagyon-nagyon sok szenvedés, probléma és egyéb volt benne. Innen visszanézve egyszerűbbnek tűnik. De ne gondoljuk azt, hogy bármikor is volt bármiféle aranykor az emberiség életében. Miért? Mert hogyha aranykor lett volna, akkor ma is tartana. Ha aranyból lett volna, nem változott volna meg. De változott. És a változás ereje ide juttatta a társadalmat, ahol most vagyunk. Ezzel kell szembenéznünk, ezzel kell dolgoznunk. Az igazi kérdés az, hogy hova juttatod ezt? Milyen irányt jelölsz ki a jövő számára? Az a mostani cselekedeteidtől, beszédettől, gondolatodtól és érzelmeidtől függ. Ennyire egyszerű. És hogyha zent akarsz gyakorolni, két tanácsom van. Az egyik már megvan, hogy légy őszinte magadhoz. Az szoktál lenni. Kettő, viseld el azt, ami a látás útján a lelked tükrébe kerül. Ezt a fajta állóképességet a Buddha korában is már megnevezték. Ezt úgy hívjuk, hogy a teremtetlen, türelmes elviselése. Azért fontos, hogy belépsz abba a tudatállapotba, ami nem keletkezik és nem múlik el, ami nem teremtődik és nem pusztul el, és ennek a tükrében látsz mindent. Na, ezt viseld el. Ettől leszel felnőtt. És ebből következnek azok a minőségek, amelyeket az emberek annyira akarnak, annyira boldogok szeretnénk lenni, annyira szeretnénk szeretni és szerettetni. És nem látjuk be, hogy ezeket közvetlenül nem tudjuk megvalósítani, mindig bukunk, mindig háborúzunk, mindig dühösek leszünk, hogyha nem kapjuk meg azt, amit akarunk. De hogyha valami nagyobbnak a részeként, valami sokkal nagyobbnak a termékeként, folyományaként tapasztaljuk meg ezeket az állapotokat, ezeket a magasrendű, szeretetteli, tiszta, boldog, együttérző és bölcs állapotokat, akkor meg is tudjuk tartani őket. De ha közvetlenül, birtokló, elsajátító, vágyó módon szeretnénk ezeket, kihull a kezünk közül. Nem tudjuk megtartani, sőt, rendesen tapasztalni se tudjuk őket. Ezért kell elviselni azt, amit a lélek tükrében látsz. Ezért kell felnőni belül, hogy ne kívülről várd, mint szüleitől a gyerek, hanem mint tudatos, felnőtt ember tudj teremteni. De ehhez a teremtetlent kell megtapasztalni. A teremtetlen tükrében
el kell viselni a sors látását azért, hogy út lehessen belőle. Vannak bizonyos nem jó vagy nem rossz dolgok, amik az útról eltéríthetnek, és meditáció közben is feljönnek bizonyos tartalmak, amikkel valamit kezdeni kell, vágyak, vélemények, akár. Az elfojtás és az elengedés közti különbségről szeretném, hogyha beszélni. Barna, szoktál te főzni? Hát ma is te főztél. Te főzted a levest, a rakott krumplit, hoztál paradicsomot is hozzá, ugye? Tudod, hogy működik a kukta, meg a gőzös fazék. Kuktát lezárod, elkezded szépen forralni benne a vizet, az folytja el. Mindaddig folytja, ami ez a kis szuszogót a tetején ki nem engedi. Ha úgy próbálja meg az ember, hogy a saját tökéletességének az ideájával lezárja a személyiség vészfékeit, vagy túlnyomó szelepeit, akkor szoktunk felrobbanni. Leveszed a fedőt a kuktáról, és szépen forralod, akkor az elengedi a tartalmát, mert szépen elpárolog, gőzzé válik. Tehát az éberség tüzében elég a karmád. De ha az ítéletalkotás kőkemény dugójával szépen belesajtolod magadba, hogy ez jó, ez rossz, ez én, ez nem én, ettől félek, ezt akarom, stb. Ebben mind énség van. És amíg az énbe folytod ezt bele, addig ez a kritikus tömeg szépen növekszik, és egyszer csak puff, fölrobban. Bármiféle identitást legyártasz. Bármiféle dolog, amire azt mondja, hogy ez én vagyok, vagy ez nem én vagyok, ez pozitív vagy negatív értelemben ugyanúgy meg fog kötni. Tehát ha ezt nem teszed meg, akkor minden rendben van. Akkor tudsz elengedni. Ha ítéletalkotó magatartással viszonyulsz, akár a környezetedhez, akár magadhoz, akármilyen karmához, az ítéleted miatt nem tudsz megszabadulni tőle. Legyen a személy, dolog, múlt, jelen, jövő, bármi. És az ítéletmentes magatartás az nem egy ilyen szép lelkű magatartás, ez rendkívül praktikus, rendkívül mély és a megszabaduláshoz vezető szinte egyetlen helyes emberi hozzáállás. Nem torzítom el, nem kötöm meg, nem ítélek felette. Ez a hazugság és az igazságot is meg kell ítélni valahogy. Nem, azt meg kell látni. Ha valaki hazudik, meglátod, de ettől nem fogod azt mondani, hogy az rossz ember, csak hazug. Mert hogyha már nem hazudik, akkor lenne jó ember, csak meddig lesz jó ember, amíg nem hazudik megint. Tehát úgy lásd, ahogy van. Most hazudott, később igazat mond. Nem ítéltél fölötte, tisztán láttál. Ezt a megkülönböztető bölcsességet gyakorolnunk kell, különben magunkat bolondítanánk meg. De hogyha a megkülönböztető bölcsességet ítéletalkotásra változtatjuk, akkor problémánk van. Nem csak nekünk, másoknak is. A koan gyakorlatról egy pár szót mondanál, hogy esetleg azt is hogyan lehet, hogy hogyan dolgozzunk. A válasz úgy kezdődik, mint ahogy maga a koan gyakorlat. Biztos, hogy ezt szeretnéd? Biztos. Jó. Tehát a koan az szó szerint azt jelenti, hogy közokirat. Régebben a kínai birodalmi korban nem voltak fénymásológépek, meg szkennerek, meg egyéb ilyen elektronikus sokszorosító mágiák. Tehát azt kellett csinálni a birodalmi rendeletekkel, hogy odavitték az írnokokhoz, azok pedig szépen, fáradtan, de leírták újra az egészet, és ahhoz, hogy a hitelességét bizonyítani lehessen, eredetit, másolatot egymás mellé tették, úgyhogy pecsétet rátettek úgy, hogy mind a két szélén osztozzon. Később, amikor a tartományból visszahozták, hogy esetleg az eredetiségét igazolják, összerakták megint a dokumentumot és a másolatot, és hogyha a két pecsét fél egy egész pecsétet adott, akkor az autentikusnak, eredetinek volt minősíthető. Ugyanígy a tanító és a tanítvány tudata akkor találkozik és alkot egy egészet, amikor a tanítvány megválaszolja a koan kérdését, amit a tanító tesz fel. A koanban magában van egy nagyon paradox, ellentmondásokkal terhes helyzet, amelyet csak a válasz, a helyes válasz egészít ki. És amikor a kérdés és a válasz találkozik, akkor az eredeti tudat megmutatkozik. Na most, hogy ne csak az elméletet halld, mondok egy
Kuant például. Buddha Shakyamuni azt tanította, hogy minden érző lénynek van Buddha természete. Zsózsu zenmestert megkérdezték egyszer, hogy van-e a kutyának Buddha természete? Mire azt mondta Zsózsu, hogy mu, ez kínai azt jelenti, hogy nincs. Első kérdés. Miért mondta az Zsózsu, hogy mu? Második kérdés. Van-e a kutyának Buddha természete? Harmadik kérdés. Kinek volt igaza? Zsózsunak vagy Buddhának? Az ilyen koanokat nem tudod innen gondolattal, vagy innen érzelemmel megválaszolni, csak a nem kettősségre tagolódott, azaz nem dualisztikus tudattal, az intuícióddal tudod megválaszolni. Másik kérdés. Nagyon sok ilyen koan van, mind arra van kitalálva, hogy te a saját mintázataidat, szokásaidat, gondolat és érzelmi karmádat követve ne tud megválaszolni a kérdést, hanem valami sokkal mélyebb, sokkal egyszerűbb, sokkal tisztább forrásból tehesd ezt. Ezt hívjuk a tiszta tudat működésének, azaz intuíciónak. De óvatosan bánjunk ezzel a fogalommal, mert túl elterjedt, és túl sok minden kapcsolódik hozzá, hogy mi az az intuíció. Ezért azonosítom a Buddha természeted, a nem dualisztikus, nem kettősségre szakadt, nem ítéletalkotó, tiszta tudatod működésével az intuitív tudatot. Így már szerintem érthetőbb. Nagyon-nagyon sok rövid és hosszú koan van, most egy középhosszút elmondok, ami a templom életre egy picikét ráutal. Minden templomban van zenmester, gyakorlatvezető, házfőnök, még egy csomó egyéb ilyen foglalatosság, és egyszer csak Dongsan zenmester az étkészletével a kezében ment a Dharma terem felé, ahol egyébként szokták itt csoportosan az étkezéseket megvalósítani. És a házfőnök oda megy hozzá, és azt mondja, hogy mester, nem ütötték meg a dobot, nem kongatták meg még a harangot. Miért megy a tárjaival az étkezőbe? Erre szó nélkül az emmester visszatért a szobájába. A házfőnök elmondta ezt a szerzetes vezetőnek, mire a szerzetes vezető így szólt. A zenmester nem érti az utolsó szót. Ezt a zenmester meghallotta, és a szerzetes vezetőt magához hívatta, hogy nem fogadsz el, mire a szerzetes vezető súgott valamit a zenmester fülébe. Erre az emmester megkönnyebbült. Másnap, amikor dharma beszéd volt, a szerzetes vezető felállt, tapsolt, és elkiáltotta magát. A nagy zenmester tudja, hogy mi az utolsó szó jelentése. Mostantól fogva senki sem találhat benne hibát. Első kérdés. Mi az utolsó szó? Második kérdés. Mit súgott a szerzetes vezető a zenmester fülébe? Harmadik kérdés. Hogyha te lennél a zenmester, és a házfőnök megállít, miközben a tájaiddal mész az étkező felé, hogyan reagáltál volna ahhoz, hogy elkerüljük mindezt a perpatvart? Tehát vannak nagyon-nagyon sokféle ízben és sokféle felrakásban koanok, és ezek nagyon sokszor fejtörést tudnak okozni. Vagy éppen érzelmi traumát, mert olyan is van, csak azt most nem mondom. Mondom. Volt egy olyan kínai zenmester, akit úgy hívtak, hogy Namchon. És Namchon zenmester észrevette, hogy a szerzetesek veszekszenek. A szerzetesek nem gyakran veszekszenek. De van, amikor veszekszenek. Amikor nem értenek egyet valamin. És most egy kicsike kis macskán nem értett egyet a nyugat és a keleti csarnok lakossága. A nyugati csarnok szerzetesei azt mondták, ez a mi macskánk, mi találtuk meg? A keleti csarnok szerzetesei azt mondják, nem, ez a mi macskánk, nálunk van többet, miért etjük többet? Namchonnak ebből elege volt, megfogta a macskát, és kivette azt a kését, amivel a fogadalmat tevők haját szokták levágni, és ez az emmesternek ott van. Megfogta a macskát, és azt mondta, ide figyeljetek, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét. Ha nem, megölöm. Senki nem szólt egy árva szót sem, és egyszer csak nem, ketté vágta a macskát. Egyetlen kérdés van csak. Ha ott lettél volna, hogy mentetted volna meg a macska életét? És erre szokott mindenki felháborodni.
Hogy az az emmester az nem is ölhette volna meg a macskát, mert buddhista is fogadalmat tett, hogy az életet nem veszi el, és ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ugye, a másik, hogy szegény macska. De ha csak sajnálod, attól nem mented meg. Van a kornak egy második része, hogy Jojo, aki egyébként tanítványa volt Namchonnak, aznap visszajött a városból, meghallotta, hogy mi történt, fejre tette a saruját, és kiment a szobába. Ez egyébként Kínában a gyásznak a jele. Az a kérdés, hogy miért tette a fejére a saruját és távozott? Mi ennek a jelentése? Na most a szemeken látom, hogy mindenki erőteljesen gondolkodik. És megpróbálja megfejteni, megtörni ezt a kemény diót, ezt a zen diót, ami ide bekerült. Ez azért fontos, mert itt már látszik, hogy itt nem csodavárásról van szó. Itt nem várod azt, ami kívülről majd megment téged. Itt neked kell valamit tenni, hogy ezt a látszólag megoldhatatlan helyzetet megold. És ezek a koanok, amiket mondtam, egy 10-es skálán, ami egy képzeletbeli skála, 6-os, 8-as erősségűek szándékosan. Az első olyan 3-as volt körülbelül. Ez azért fontos, hogy most érezd azt, hogy van, amit nem tudsz elgondolni, de lehetséges. Van, amit nem tudsz épp most megérezni, de lehetséges. Van, amit most nem tudsz megtenni, de talán később. Amit most nem tudsz kimondani, de talán később lehetséges. Úgyhogy ez azért fontos, mert ez a rendszer, hála légyen Sungsan Zen mesternek, ez úgy van fölépítve, hogy a legelső koanokat még gondolattal is megoldhatod. Nem pusztán azzal, kell hozzá az a pinduri kis intuitív szikra, de még elég, ha csak pinduri. Aztán egyre inkább csak az intuíciódra támaszkodhatsz, és aztán van a magas iskola, amikor már egy pillanat, és vagy beugrik, vagy nem. És ha abban a pillanatban nem ugrod be, akkor vissza a párnára, és következő héten, következő hónapban, vagy még tovább, dolgozol, és akkor egyszer csak a tiszta tudatod a felszínen dobja a választ. A koanok olyan paradoxonok, olyan ellentmondások, olyan elképesztő szélsőséges helyzeteket prezentáló történetek, hogy az összes reaktív, ítéletalkotó, dualisztikus tudatod megmutatkozik, olyan, mint egy teszt. És amíg te a saját mókuskerekedben a jó és a rossz, a szeretem, a nem szeretem, a megoldom, nem oldom meg körforgásában vagy, addig nem haladsz. Amikor a tudatod letisztul, mint a tér, letisztul, mint a tükör, akkor tisztán látsz, és szépen lépésről lépésre, kapuról kapura megoldod ezeket a helyzeteket azért, hogy a saját életedben lásd, hogy a problémáidat hogyan teremted, hogyan tartod meg, és hogyan bontod le őket. És akkor ezek a megoldások, amelyek számodra ezt a tiszta tudatot elhozták, lehetővé teszik, hogy a saját életedben old meg a problémáidat úgy, hogy azok ne jöjjenek vissza. Nagyon sokszor úgy oldjuk meg a problémáinkat, hogy azok másnap, rákövetkező héten, hónapban, évben újra megjelennek. Ezt úgy hívjuk, hogy körkörös cselekvés. Koreaiul won heng dong. A won a kör, a heng dong az a cselekvés. Tehát világos, hogyha gyökerestül nem szeded ki a gyomot, csak levágod, következő eső után kinő. A problémáinkat pedig szeretnénk úgy megoldani, hogy azok ne térjenek vissza. És hogyha nem mész le a keletkezésük gyökeréig, akkor nem is tudod megoldani őket tartósan. Honnan tudod? Egy más alakban újra visszajön. Egy más ember képében újra megjelenik. Egy más helyzetben újra tapasztalod, mert nem fejezted be 100%-ig. Tehát ahogy a felébredés útján nem lehet végigmenni teljesen, amíg az utolsó érzőlény meg nem világosodott, úgy a karmát, ami véges, ami feltételhez kötött, ami mulandó, ami tökéletlen, azt maradéktalanul el lehet bontani, le lehet tisztítani. Ez a jó hír. Rossz hír meg nincs, csak csinálni kell. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy miért pont ez a fa a szemléltető eszköze? Mert amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Ennek a szemléltetésére rendkívül hordozható és felhasználó barát eszköz a zenbot. Más tárgyal is el lehetne követni, de ezt azért a hagyomány így szépen hagyományozta, úgyhogy meg is tartjuk, mert működik. Ha nem működne, kitalálnánk valami mást. Miért nem mi anyag? Hát mert környezetet kímélünk azért. Hogy én nem fém.
mert természetes anyagokból szeretnék dolgozni, ne kelljen hozzá kovácsmester. De van valami jelentősége, hogy pont ez az? Egyéb kérdés. Mik azok a mantrák, és miért vannak? A mantrák azok olyan mondatok, amiben nagyon pozitív tartalmak vannak. És azért vannak, hogy kitisztítsák a tudatunkat a sok zajtól, ami benne van. Szokott néha csöngeni a füled? Igen. Az enyém is. És azért, mert annyi mindent látunk, hallunk, gondolunk, olvasunk, gépelünk, és a többi. Ez a tudatnak a zaja. A mantra az a tisztító. Úgy, ahogy a centrifuga szépen kicentrifugázza a mosott ruhát. Szennyes lég kimegy, tiszta ruha megmarad. Így működik. Mondjak neked egy mantrát, szeretnél? Igen. Tehát nagyon sokan ismerik az Om Mani Padme Hum mantrát, ezt nagyon sok kultúrában használják. Én mondok neked egy még rövidebbet, az Om Nam mantrát, amely azt jelenti, hogy az univerzum a maga eredeti tisztaságában. És ahhoz, hogy ezt szemléltessük, az mindenkinek az energiájára most szükség lesz, és felkérek szépen mindenkit, hogy akár így habcsangban, akár egyéb ilyen összeszedett tartásban, egyenesen ülve recitáljuk el egymás után 7-szer az Om Nam mantrát. Jó? Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Nekem a koanokkal kapcsolatban vetült fel egy olyan kérdés, hogy igazából van egy válasz, van több válasz, vagy nincs válasz? Mikor, hogy? Mikor, hogy? Van olyan koan, hogy egy válasz van, több válasz van, aztán van, amikor azt hiszed, hogy nincs válasz, de mégis. Értem. Köszönöm. Szívesen. Arról szeretnék érdeklődni, hogy a mantrák ismétlésének a száma mennyire jelentős. Tudomásom szerint számolják is azt malával, ugye? És miért vannak ezek a... Most ez a 7, ez kisebb szám volt, de hát én ilyen 111 ezer, és a többiről is hallottam. Most gondold el, hogyha egy 114-szer ismételnénk az Om Namot, hát a végére nem sokan maradnánk, de a lényeg az, hogy számoljuk, és a mala az egy úgynevezett nem numerikus számolási módszer. Tehát neked nem kell azt mondani, hogy Om Nam 1, Om Nam 2. Most gondold ezt el. Tehát ez azért van, hogy ezzel a malával szépen ott beindítod, és amikor az a nagy bütyök ismét körbeér, akkor lett 108. Úgyhogy ez azért kell, hogy neked nem, ne kelljen tudni, hogy éppen hánynál tartasz, majd a mala megmondja. Leborulás ugyanez. És azért kell ez a mantra, meg egyéb gyakorlat, mert hogyha magunk nem tisztítjuk ki a tudatunkat, akkor senki se fogja. És egy bizonyos kritikus tömeg után az ember nagyon meg tud kattanni. És az meg felesleges. És miért választottad a zen buddhizmust annak idején? Számomra akkor ez működött. De volt okod rá, hogy kerested a saját utadat, vagy? Ó, persze. Mondd el nekem, hogy te most ki vagy. Nevem vagy... Egy ember vagyok, aki jött kíváncsiságból. Ez az ember fiatal korától kezdve mennyit változott? Sokat. Hányféle ember voltál fiatal korod óta? Nagyon sok. Ezen a sok-sok emberen belül melyik volt az igazi? Az egész. Biztos? Hanem nem lennék itt. Voltál-e úgy, hogy azt az embert belül már nem akartad viszont látni? Nem, soha. Boldog ember, akkor mit keresel itt? Tehát én már 24 évesen tapasztaltam olyan állapotokat belül, amiket nem szerettem volna viszont látni, egy. Kettő, már addigra is nagyon sokféle ember voltam, és nem tudtam, melyik az igazi.
És én szerettem volna azt a rendezőt megtalálni, aki ezt a sok-sok színészt a színpadra állítja. És a zen az rögtön erre, hogy mi ez? Mi az, ami benned ezt az egész mozit rendezi? Ami a szerepeidet legyártja. Ami a szerepeidet legyártja, az nem egy szerep. A rendező rendező, a színész színész. Mitől vagy olyan, amilyen vagy? Amivé lettél, az egy hatalmas nagy szerep, nem jelenti azt, hogy igaztalan. Csak nem látod, hogy eljátszod azt, amit a saját karmád és a környezeted benned kialakított. A saját lelked, amit lehoztál, amivel megszülettél, és mindaz, amit a szüleitől, tanáraitól, barátaitól, ellenségeitől kaptál ahhoz, hogy olyan légy, amilyenné most te lettél. Mi csinálja ezt az egészet? Hogy lehet ezt irányítani? Hogy lehetünk azok, olyanok, amilyenek szeretnénk lenni? Erre akkor nekem a zen adta meg az utat, főleg azért, mert nem osztották az észt. Nem akartak lecsavarozni jóba és rosszba. Nem akartak szétvágni helyesre és helytelenre. Az első nagyon komoly tanítás az volt, hogy ahonnan a kérdés, onnan a válasz. Ha fel tudtad tenni a kérdést, meg tudod járni az utat a válaszig. És ez nekem nagyon tetszett, és tetszik a mai napig is. És mivel működik, ezért hiszek benne, és ezért tanítom. Úgyhogy mindenkiben benne van ez a lehetőség. Ismert fel, hogy hol a rendező, és hogy milyen szerepet játszol. Mert a színpad az itt van, csak nem vesszük észre. Engem csak a mantrákkal kapcsolatban érdekel az, hogyha mit tudom, otthon a saját szakálunkra próbálgatjuk. Neked őket, nincs is hogy... szakállad. Akkor növesztünk és arra próbáljuk, tehát hogy hogyha magunkra próbálkozunk velük, vagy csak netán ugye YouTube is tele van ilyenekkel, és hallgatjuk, hogy ilyesmi, ez lehet negatív hatással ránk, vagy van-e pozitív hatása, vagy így a... ezt akarom kérdezni, hogy most hallottad, el tudjuk-e rontani? Ezt elrecitáltuk egyedül. Mindannyian. Ebben benne voltál, ugye? Igen. Akkor ezzel az emlékkel hasonlítsd azt össze, amikor otthon egyedül próbálod, és meg lesz a különbség. A közös gyakorlatnak óriási ereje van. Én azt látom, hogy az egyéni gyakorlat és a közös csoportos gyakorlat egyensúlya az, amely a helyes irányba vezethet. Úgyhogy egyik sem jó vagy rossz, egyedül is, önerőből is tudnunk kell csinálni, és tudnunk kell közösen is a véleményeinket félretéve. Ne üljél már mellém! Tehát ezeket a dolgokat félretéve együtt is tudnunk kell gyakorolni. Az érdekelne, hogy... hogyha nem tapasztalta meg valamit közvetlenül, tehát például még nem voltak gyermekeim, nem voltam heroin függő, stb. Stb. Ezen dolgok kapcsán lehet-e hitelesen a véleményem? Mert voltak... Hiteles véleményed nem lehet, de belátásod igen. Látod a következményét annak, hogy valaki gyermeket hoz a világra, látod a következményét annak, hogy valaki heroin függő, látod a következményét mindannak, amit az emberek csinálnak, sőt, néha látod azt, hogy előtte milyenek voltak, és utána milyen lett az élet. Ez mind irányvétel. Valaki akart valamit, megkapta, vagy nem, küzdött érte, vagy az ölébe hullott, de akkor is ezzel az akarattal együtt él. Mi lett belőle? Akarom-e én ezt a saját életemben a magam módján? Miért fontos az, hogy... esetleg szanszkritül, vagy idegen nyelven mondjuk a mantrát. Ön idegen vallás, Bailey, az. Nem székőj, nem. Nem. Hogyha valamit több száz éven keresztül egy adott nyelven csinálnak, akkor az eléggé erős. Több millió ember ugyanazt ugyanúgy mondja. Az előfordult itt is, csak nem ezekkel a mantrákkal. Furulja játéka, kukoricatöréssel, szántással, vetéssel, székelykapuval. Tehát ami több száz évig megy, mint egy kultúrának a mintázata, az rendkívül erős tud lenni. Most ebbe becsatlakozni, ez egy nagyon más tapasztalat, mint a saját kis sufnitban az egészet előről a satuban megfaragni. Úgyhogy ezért van ez, és azért, hogy ne legyen annyira idegen vallásbéli, ezért lefordítjuk őket. Tehát te el tudod olvasni a jelentését. És nem valami obskurus, misztikus, nagyon drága, nem tudom mi, stb. És nem tudom, mit csinál velem. Tehát ezek egy korrekt szellemi irányzatban nincsenek. Az van, hogy megismered az eredeti forrást. És elvinéd ezt a székelykaput, amit itt látok, gyönyörűek.
mondjuk Dél-Afrikába, akkor azt mondják, hogy ez micsoda dolog, te? Hát hogy lehet így zárni valamit? Tolvaj biztos vagy nem? Meg azok a, tudod, a kiülők, ahol mellettem, hogy ez meg mire jó? Tehát a kultúrák azok különböznek. A lelkületek különböznek, de az emberi szellem, a legmélyén az ugyanaz. Na most ennek a tudatosságnak a fényében minden relatív, de mindegyik hoz valami különlegest. Nézzük meg mindegyiknek a működését, és ismerkedjünk meg vele. Tehát semmi sem idegen azután, hogy megismerted. És hogyha működik, és betölti a kívánt funkciót, megvalósul a cél, akkor használjuk. Miért ne? Az előbb, mikor a számokról beszéltünk, a mantrák számáról, említettél egy olyan dolgot, hogy leborulás. Uh-huh. Erről egy kicsit megbeszélnél. A leborulás egy nagyon fontos meditációs forma. Elsősorban nem kifelé irányul, de van egy külső aspektusa is. Belül az, hogy a buddha természeted, a tiszta tudatod az a legfontosabb, és azt emeled minden fölé. Azt emeled a saját véleményalkotásod fölé. Az egy nagyon fontos mozdulat, hogy te, mint énség, mint személyiség, tényleg nagyon kicsire össze tudsz menni. És az a nagyon nagy dolog, ami a megvilágosodott tudat, az mindennél fontosabb tud lenni. Ennek a kifejeződése, ez rendkívül fontos. Ennek van egy energetikai vonatkozása is, megtisztítja a felső testnek ezt az energiaáramlását. Ezt egyébként keleten kevesen tudják, ők csak csinálják, és egész jól érzik magukat tőle. Az, hogy az energia a test előlapján itt szépen lefelé megy, minden egyes leborulásnál, ahogy lefelé megy, és föl. Föl, akkor hátul szépen emelkedik föl. Ez azért fontos, mert a legtöbb szív- és érrendszeri problémákat, az agyvérzést, a szívinfarktus, ez mind az az energia engedi meg, hozza létre, amely a test előlapján fölfelé megy. Leborulásra ez visszafordul. És egy olyan szokás lesz a rendszerben, hogyha innen, tantiemből, köldökcsakrából elindul valami, nagyon gyorsan észreveszed, és nagyon gyorsan vissza tudod vezérelni. Azt a szokást, amit a leborulással a tudat és az energetika fölvesz a testben, azt mindenhová elviszed. Tehát ez a meditáció ez nem áll meg a templom ajtónál, meg az enközpont kapunál. Ez a lélekben mindenhová vihető, és formától függetlenül gyakorolható. Van egy alapvető összefüggés, ahol van tudat, ott van energia, ahol van információ, ott van valamilyen erő is, ami ezt viszi. Ha nem tudod az információ a tudatosság oldaláról megfogni, mert ki kellett nyitni az e-mailt, mert el kellett olvasni az SMS-t, mert fel kellett bontani a levelet, akkor legalább az energetika oldaláról fogd meg, hogy a saját reakciód ne adjon rá szívinfarktust, agyvérzést, vakulást, meg egyebeket. Koreaiul ennek a felfelé szálló energiának a neve sangi, repülő energia, vagy felszálló energia. Ez azért fontos, mert ezt nagyon korán észrevették, és nagyon korán megpróbálták kordában tartani azért, mert magát az életet élni kell. Látni, hallani, érezni, gondolkodni, tapasztalni, ízlelni kell. Különben nem élsz. De hogyan kezeled a tapasztalatot magát? A tapasztalat, hogyha megnézed, az információ a tudatosság oldaláról 10 000 féle, hiszen 10 000 féle gondolatot gondolunk, érzelmet érzünk, ízet ízlelünk, és a többi. Az energiánk az itt van, az a testben van. Amerre megy, hogyha tudod irányítani, akkor rendben vagy. Energetikailag rendben vagy, és ez a tudatossághoz továbbra is hozzásegít. Tehát ha észreveszed, hogy innen elindul fölfelé, akkor egy gyors, tudatos lélegzettel szépen visszaviszed onna, oda, ahonnan jött. És ez a leboruló gyakorlat, a mantra gyakorlat elengedhetetlen. És ez nem csoda, nem recept, nem a hosszú élet titka, ez egyszerű életvezetési módszer. Tehát, hogy hogyan vezeted az életedet? Hogy éled át a válságaidat? Hogyan nézel szembe a kudarcaiddal? Hogyan dolgozod fel a saját frusztrációdat, és a többi? Ha az energia érzete nem világos, nem tudod megcsinálni. Nem tudod kézzel összeszedni a lelked 10 000 darabját. Vissza kell térni a gyökerébe, az eredetébe, ahol az energia még nem vált szét semmire. Nem keletkezett belőle érzelem és gondolat.
És ez a zenben és a taoizmusban a köldök csakra, a tantien koreul tanjon. Ezért látsz mindig ilyen mahamudrában, kozmikus mudrában ülő embereket, ezért fontos, hogy az ember egy nagyon tiszta köldök csakra tudatossággal rendelkezzen, hogy az energiáját differenciálatlan, mozdulatlan állapotban ne csak tapasztalja, hanem meg tudja tartani akkor, amikor ez létfontosságú. Hogy a saját reakcióm, vagy a külső sok hatás ne verje ki a biztosítékokat. Mert akkor kéne pont cselekedni, akkor kéne pont jelen lenni, akkor kéne pont segíteni, és nem segítségért kiáltani. Nagyon nagy a különbség a kettő közt. Mantrával ugyanez egyébként, mert amikor valami ér, akkor szépen akár a mala mozdulatával, úgyhogy nincs a kezedben, elmorzsolsz 10-15 mantrát, és azon nyomban szépen visszamentél az eredeti középpontodba. És ez nem a számoló kötig, mert a hatodikra pofán vágod. Ez más. Tehát amikor egy egyén elkezd meditálni, elkezdik én meditálni, és elkezdem lecsendesíteni a gondolataimat, a beérkező zajokat. Mikor, vagy egyáltalán van egy olyan érzés, egy olyan tapasztalás, hogy igenis én azt elértem. Tehát tudom-e azt, hogy még van lejjebb, vagy ezt a mesterem mondja meg, hogy azt elérted, egy csendes tudatban az elértem szó a legnagyobb zaj. Tehát ne akard lecsendesíteni magadat, csak láss. Ez a buddha természet. Csak lásd, hogy van gondolat, vagy nincs gondolat. Van érzelem, vagy nincs érzelem. De ne akard elérni a felébredést, a csendességet, a nyugalmat, mert pont ez az akarat lesz az akadály. Csak végezd a gyakorlatot. Kitartóan, türelmesen, összeszedetten, nagyon sok erő kell hozzá. De közvetlenül, hogyha rá akarsz tenyerelni a saját kis éneddel erre az állapotra, nem fog menni. Csak látszat lesz belőle, valóság nem. És ehhez kell a tanító, hogy ebből kirobbantson, hogyha látszatot valóságnak hiszed. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mennyire volt nehéz elszakadni abból a közegből, amiben volt, mielőtt szerzetes lett? Nekem sajnos vagy szerencsére, de nem volt nehéz. Tehát én menni akartam, és sikerült is. Tehát amikor látod, hogy egy állapot, ami kívülről megjósolhatónak, vihetőnek, kidolgozhatónak tűnik, de belülről tarthatatlan, akkor abból nagyon gyorsan kikerülsz, mert nem hiszel benne, nem ezt akarod. És ezért mondtam az előbb erre, hogy amit hiszel, azt fogod csinálni előbb-utóbb. Tehát az öncsalásnak ezek a rétegei előbb-utóbb át fognak szakadni. Ahol a hited, ott az energiád, ahol az energiád, ott az utad. Elmenni sokkal könnyebb volt, mint visszatérni. Vissza kellett térni, vagy volt? Vissza. Mert nem véletlenül születsz magyarnak, nem véletlenül születsz ebbe a testbe, erre a helyre, ezekhez a szülőkhöz, ehhez a nyelvhez, ezzel dolgod van. De hogy mit csinálsz vele, és milyen szinten valósítod meg a saját karmádat, az nem mindegy. Ezért érdemes körbejárni a világot. Azt látni kell, hogy egy születés során annyi mindent kapunk, hogy jó, ha egy élet alatt vissza tudjuk adni mindazt, a jót, a szépet, a szeretetet, amit kaptunk. A szerzetes az a darmával törleszt. És én életem végéig fogom a részleteket fizetni. Nagyon szívesen. Tudom, hogy meg tudom ezt nehézszerűen fogalmazni. Folyton abban ütközök, hogy a ragaszkodások elengedését, azoktól való megszabadulás. Hallom így a keleti vallásvonalakban megjelni az a kérdésem, hogy ha van egy, teszem azt, egy zongora művész, aki 30 év elég kemény hiú munka alatt így megtanul zongorázni, valószínűleg olyan lenne, mint hogyha elvennék tőle ezt, akkor olyan, mint aki szakítanák a nyelvét, vagy nem tudom én. Tehát, hogy ő miért kellene például ettől a ragaszkodásától is, vagy bármitől, csak gyakorlatképpen, vagy hogy is vannak ezek a ragaszkodásos dolgok? Fogd meg ezt a botot. Erősen. Még erősebben. A ragaszkodással ez a probléma. Tehát kivesz a helyedről. Ha a zongora művész 30 évig zongorázik, az egy gyönyörű művészi teljesítmény.
Nem a zongorát kell elvenni, nem a játékot kell megszüntetni, hanem hogyha 30 év alatt felépítette az én zongoraművész vagyok tudatosságot, akkor az lesz az akadálya a továbbhaladásának, hogy egy még jobb zongoraművész, vagy tanító, vagy karmester, vagy egyéb legyen. Tehát nem a lojalitást, nem a kitartást, nem a mesterségbeli tudást korlátozzuk, vagy mondjuk, hogy felesleges, hanem azt a fajta ragaszkodást szüntetjük meg, amely az akadály a továbbhaladás előtt. És hogyha valamit 30-40 évig csinálsz, az rád tud égni, mint a kabát. Hiszen naponta teszed, naponta benne vagy. Azt hiszed, hogy az te vagy. Azonosítod magad vele. És akkor én leszek a nagy zongoraművész, stb. 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 Ezt a ragaszkodást kell csak elvenni, és akkor a művészet maga megnyilatkozik, és nem az ember játszik a zongorán, hanem a zongor egyszerűen megszólal. Az ember meg ott ül előtte, de nem az embert látod, aki így fölmegy a színpadra, hanem hallod a zongorát úgy, mint még soha. És ott ül előtte valaki, aki teljesen transzparens és teljesen áttetsző a szó jelenlét értelmében. Mert engedi a zenét szólni, és a saját maga zaját, a saját énségét kivette belőle. Vannak olyan művészi tapasztalatok, amelyek teljesen mások, mint a szokványos, mert a művész, mint személy el tudott tűnni, és fel tudott oldódni a művészetben magában. Az ilyen pillanatokért érdemes élni. Mind művészként, mind közönségként. Igazából hogy tudsz feloldódni, hogy tudsz egyé válni, hogy tudsz elmélyedni abban, amit csinálsz úgy, hogy a te különálló énséged, a különálló személyiséged feloldódik ebben. Ez egy olyan katartikus, tisztító tapasztalat, amiért az emberek tudatosan, tudattalanul rengeteg mindent vállalnak. Elmennek 6-800 kilométereket azért, hogy egy olyan színházi előadást megnézzenek, ahol ez a feloldódás, katarzis tapasztalható. Elmennek Tájföldre, Indiába, Koreába, Japánba, Kínába, olyan helyekre, Tibetbe, ahol egy olyan tanítót találnak, ahol a jelenlétében, a meditációban megtisztulhatnak mindattól, amit a saját karmájuk terheként már rég éreztek, de nem tudtak levetni. Bármikor az egoitás kérge rárakható ezekre a tapasztalatokra, és bármikor levehető róla. Ez egyedül az embertől függ. Az élet majd hozza a következő tapasztalat. Megköszönöm mindenkinek az értékes és kitüntető figyelmét, azt, hogy a mai estét együtt tölthettük. Nagyon-nagyon inspiráló a hallgatóság jelenléte, a tekintetetek, a kérdéseitek, és nagy szeretettel várunk mindenkit a holnapi gyakorlatra. Emellett mindenki tisztelettel arra kérek, hogy adományos ládánk és nagyvonalúságotok segítségével támogassátok ezt a tanítási tevékenységet, ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk adni, és segíteni tudjunk minél több lénynek. Ez vonatkozik a templomunkra, a különböző tanítóhelyeinkre és zen csoportunkra. Csak mi vagyunk, felsőbb támogatás nincs. Úgyhogy nagyon köszönöm, és várunk szeretettel mindenkit holnap.